Szombaton délután 3 órakor hagyományos jelleggel a Szabolcsi Koncert fúvószenekar és mazsoret csoport hangos előadása jelzi majd a lakosságnak, hogy elkezdődött az idei józsavárosi napok kavalkádja. 3:30-kor dr. Kovács Ferenc polgármester köszönti az érdeklődőket. Az egész napos rendezvény során bemutatkoznak a helyi civil szervezetek, lesz néptánc, színpadi produkciók, bemutatók. Este a Vox utcabállal zárja a rendezvényt, de előtte még egy tűztáncsót is bemutatnak. Idén ez lesz a 49. alkalom, hogy megrendezik az eseményt. Hagyományteremtő jelleggel rendezzük a józsavárosi napokat. Valóban 49. alkalommal az elmúlt évek kutatásai szerint és Gábor helytörténész úr kutatta vissza nekünk, hogy valóban 49. esztendeje kerül megrendezésre. Nagyon nagy öröme számunkra, hiszen az a célunk ezzel, hogy a közösséget, a józsavárosi közösséget, a józsavárosban működő civil szervezeteket, a helyi nyíregyházi civil szervezeteket be tudjuk mutatni egy helyen, és egy kicsit a lakosoknak, a nyíregyházi közösségnek egy kis kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget nyújtsunk, ahol nem csak szórakozhatnak és kikapcsolódhatnak, hanem informatív programokkal látjuk el őket, tehát egy kicsit olyan információk birtokába is juthatnak, amit nem biztos, hogy minden nap tudnak megismerni, hanem ott szedik össze ezt az információt, amivel utána majd tudnak boldogulni a mindennapokban. Legyen ez akár egészségügyi vonalon, legyen ez akár preventív vonalon, vagy esetleg a fogyatékossággal élők élet is be tudjuk számukra mutatni. A színpadi programok mellett az Ungvár sétányon lesznek kitelepülések, termékkóstolók. Kecskelábú asztalokon 15 helyszínen ismerkedhetnek meg az érdeklődők akár a vármegye kulturális értékeivel, vagy Nyíregyháza helyi termelőivel. Idén 3. alkalommal Ilk község önkormányzata is kitelepül.